Tulajdonképpen az, hogy én író vagyok, az egy természetes állapot, az, mintha azt kérdeznéd, hogy tudok-e lélegzeni. Ha hal volnék, akkor kopoltyum volna. De Szabó gyerek vagyok, ami azt jelenti, Szabó Jabloncai házasságból születtem, ez azt jelenti, hogy a génjeim hozták magukkal sok-sok generációnak a felhalmozódott, mondjuk, hogy teremtési alkalmasságát, teremtési lehetőségeit. Nekem sikerült az, ami az ősök közül csak amatőr szinten sikerült másoknak. Szabó Magda író így vallott 1992-ben, 75. születésnapján. A többek között a Katalin utca, a régi módi történet, a Szemlélők, a Danajda, az Abigail regények szerzője költőként indult, majd esszéket jegyzett, ezután lett író, számtalan novella és regény szerzője. Szabó Magdát a 20. századi magyar irodalom kimagasló alkotói között tartják számon. Műveit eddig 42 nyelvre fordították le. A Debrecenben született művész idén, október 5-én lenne 100 éves. A Szabó Magda emlékév keretében a Platán könyvtárban rendeztek beszélgetést a művészről. Az emlékév programjait szervező Juhász Anna irodalmár vendége, Karafiát Orsolya költő, műfordító újságíró volt, aki kedvenc Szabó Magda műveit sorolta. Anyám tiltása ellenére általános iskola 7. osztályában bedajároltattam a hajamat, és ezért családilag Bárányborbálan ezt a nevem, és akkor már tudtam, hogy Szabó Magda a szerző. És hát utána persze jött a Tündérlala, a Szigetkék, és hát nem utolsó sorban a két szerintem legjobb ifjúsági könyve, az Abigail és a Mondják meg Zsófikának. Vagy mondjátok meg Zsófikának, igen. Hát ezt nagyon sokszor olvastam még felnőttként is, az egy igazán szívszorító történet volt, de igazság szerint szerintem az Abigailben csinálta meg azt, amit ifjúsági regényben meg lehet csinálni. Szerintem az egy mai napig érvényes és erős olvasmány, akár felnőtteknek is. Nyilván jó iskolát választotta. Ott tökéletes biztonságban lesz. Miért nem mondja meg a nevét, ha bejön idegen helyre? A Matula a földkerekség legszigorúbb iskolája, te boldogtalan! Nyilván elmesélték, hogy az intézetből nem továbbítunk panaszos leveleket. Egy matulásnak sose szabad panaszkodnia. A Szabó Magda centenáriumra Debrecen számtalan programmal készül, de Olaszországban is rendeznek programokat a magyar írónő emlékére. A művészre mi leginkább azzal emlékezhetünk, ha olvassuk, újraolvassuk műveit.